Példát mutattak, átadták a Hajdú-Bihar vármegyei Prima díjakat, és a legjobb vállalkozókat is elismerték. Premier Csokonai születésének 250. évfordulóján bemutatták a Dorottyát a költőről elnevezett színházban. Nem jött össze a bravúr, vereséget szenvedett a DVSC Scheffler kézilabda csapata a Cseszeme Bukarest ellen. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradója november 19-én vasárnap. Már is mondjuk a hétvége legfontosabb híreit. A példamutató közéleti, gazdasági, kulturális teljesítmény nyújtó személyek és szervezetek munkásságát ismerték el a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének debreceni Prima gáláján. A Prima díjak mellett a vármegye legjobban teljesítő vállalkozói is elismerésben részesültek szombaton a Csokonai Fórumban. Oktatás és köznevelés, zeneművészet, sport, valamint népművészet és közművelődés. Ezekből a kategóriákból kerültek idén Hajdú-Bihar díjazottjai. Az elismerést a magyar oktatás és köznevelés kategóriában Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja vehette át, aki a díjjal járó 1 millió forint háromszorosát a súlyos betegséggel küzdő 3 éves debreceni kisfiú Kneifel Ádin gyógykezelésére ajánlotta fel. Nagyon örülök, hogy Debrecenben élek, és Debrecenben dolgozom az egyetemért, a városért, és ezekért a dolgokért, amit itt csináltunk. Hajdú-Bihar vármegye 2007-ben csatlakozott a megyei Prima díjak rendszeréhez. Évente 3-an nyerhetik el a kitüntetést. Idén Battai Sugár Katinka, világbajnok magyar kardvívó és a 100 éves Kodály Filharmonikusok Debrecen is részesült az elismerésben. Külön díjat vehetett át a Campus Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója Miklós Völgyi Péter. A Prima Primissima díj és a vármegyei Prima díjak küldetése, hogy példaképeket állítson a társadalom elé. Olyan kiválóságokat, akiknek teljesítménye, emberi tartása, értékrendje követendő lehet mindannyiunk számára. Barcsa Lajos alpolgármester ünnepi köszöntőjében azt mondta, a debreceni polgárok büszkék lehetnek a díjazottakra, hiszen rendkívül értékes munkát végeznek. Hogy olyan összefogásban építjük Debrecen és tágabb régiója jövőjét, amire országhatáron innen és túl is felkapják a fejüket. Arra, hogy kiemelkedő értékeket teremtünk itt az élet minden területén, és arra is, hogy ezeket az értékeket megőrizzük, és átadjuk a következő generációknak. Az ünnepségen elismerték a vármegye legjobb vállalkozóinak teljesítményét is. Idén Ináncsi Ernő, az Inner Holding Kft. Tulajdonos ügyvezetője kapta a vármegye évvállalkozója díjat. Az elmúlt 10 évben itt Debrecenben megkezdődött egy tudatos gazdaságfejlesztési stratégia végrehajtása. A város ezzel a jövőt, az átgondolt és tudatos fejlődést választotta. A gálaesten azt is bejelentették, hogy a himnusz írójának, Kölcsei Ferencnek felbecsülhetetlen értékű relikviái kerülhetnek a Déri Múzeumba, a VOSZ vármegyei szervezete, a Nemzeti Kulturális Alap és a város összefogásának köszönhetően. Bemutatta a megújult Csokonai Nemzeti Színház Debrecen az első prózai előadását. A Dorottya pénteken este Csokonai Vitéz Mihály születésnapjának 250. évfordulóján került színpadra. Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulóján Debrecenbe érkezett a Dorottya. A Vigeposznak ebben a feldolgozásában a farsangi bál eredeti helyszínét Debrecenre cserélték. Vagy Dorottya kisasszony! Kikormolja a karneválul mindkét szemét! Pálóci Bence, az ünnepelt költőt alakító színész alapos kutató munkát végzett a próbák előtt. Az is érdekelte, vajon hogyan élhetett Csokonai a saját korában. Mielőtt ugye megtudtam, hogy ezt a szerepet én játszom, így elkezdtem benne elmerülni. Meg volt, hogy csak úgy nézegettem róla képeket, hogy elképzeljem, hogy milyen habitusú lehetett ez az ember. Az adaptáció nyelvezetén is változtattak az alkotók, hogy közelebb hozzák a közönséghez Csokonait. A mi vállalkozásunk abban merül ki, hogy megpróbáljuk úgy szcenírozni
Csokonai ideáját, hogy abból valami olyanféle hídat, esztétikai és értelmi, főképpen esztétikai értelmi, egy olyanféle hídat képezzünk, amely összeköt múltat és jelent. A megújult Csokonai Nemzeti Színház Debrecen első prózai bemutatójaként állították színpadra a Dorottyát. Rendhagyó tárlatvezetéssel folytatódott a Csokonai 250 Kedv, Remények, Lillák programsorozat szombaton a Debreceni Irodalomházában. Balázsovics Mihály rapper a Csokonai 180 tárlatot mutatta be saját szemszögéből a látogatóknak. Az előadó művész a közelmúltban jobban megismerte a költő munkásságát, hiszen a jubileumra zenésztársaival készített zenés irodalmi előadást Csokonairól. Az Irodalomházában május végéig látható tárlat különlegessége, hogy egy játék az alapja. A rapper szerint a költő napjainkban is egyedi és formabontó lenne. Emberi, kalandos, érzelmes. És itt is az élettörténetre is gondolok, természetesen, meg hát a művészetére, az alkotására. Emiatt hálás az ő karaktere, én úgy érzem. Gombfoci országos bajnokságnak adott otthont szombaton a Csapókerti Közösségi Ház. Magyarországon a gombfoci a 60-as években élte fénykorát, de most ismét felszálló ágban van. A debreceni országos bajnokságra 24-en jelentkeztek. A résztvevők között mindkét nem és minden korosztály képviseltette magát. Ez is mutatja, hogy a játék összehozza a generációkat. A szervezők ezért a verseny mellett bemutatót is tartottak azoknak, akik most ismerkednek a gombfocival. A bajnokság megnyitóján Szilágyi Edina önkormányzati képviselő úgy fogalmazott. A Csapókerti Közösségi Ház felújítása lehetővé teszi, hogy most már országos programokat is tarthassanak itt. Én nagyon örülök annak, hogy idehozták ezt a rendezvényt, és bízom benne, hogy jövőben még több hasonló újdonsággal fogunk tudni jelentkezni. És én azt gondolom, hogy erre van igény, és azt gondolom, hogy ezért építettük, és azt gondolom, hogy ezért végezzük ezt a közösségépítő munkát, hogy fiatalok, idősebbek együtt játszanak, találkozzanak, és megismerjék egymást. Irodát nyit Debrecenben a világ egyik vezető pénzügyi és gazdasági tanácsadó cége. A PwC Magyarország vezérigazgatója úgy fogalmazott a bejelentésnél, hogy Debrecen a jövő városa, és nekünk ott kell lennünk a jövőben. Pap László polgármester szerint a PwC döntése azt mutatja, hogy szintet lépett a város gazdasága. A PwC a világ egyik vezető könyvvizsgáló, adó és üzleti tanácsadó vállalata, 151 országban vannak jelen, több mint 12 ezer munkatársal, Magyarországon 1100-an dolgoznak. A cég most úgy döntött, elérkezett az ideje annak, hogy Debrecenben is irodát hozzanak létre. A PwC Magyarország vezérigazgatója úgy fogalmazott, Debrecen a jövő városa, és nekünk ott kell lennünk a jövőben. Most már olyan mértékű az igény az ügyfeleink részéről, hogy innen közvetlenül is meg kell erősítenünk a kiszolgálást. Ez segíteni fog nekünk abban, hogy jobban megértsük az ügyfeleket, jobban közelebbről halljuk a problémáikat, és így a legoptimálisabb megoldást is könnyebben meg fogjuk találni. Pap László arról beszélt, hogy óriási jelentősége van annak, hogy a világ egyik legnagyobb befolyással és tekintéllyel rendelkező céget Debrecenben nyit irodát. A polgármester hangsúlyozta, a reményeik szerint 2020-tól 2030-ig megötszöröződik Debrecen és a régió gazdasági teljesítménye. Az iroda nyitásával pedig erősödik a szolgáltató szektor, újabb magas hozzáadott értékű munkahelyek jönnek létre. Másrészt óriási lehetőség az itteni vállalatoknak az a tudás, az a tapasztalat, amit helyben megkaphatnak. Mutatja a PwC döntése azt, hogy mekkora szintet lépett a debreceni gazdaság. Ugyanis a lehetőség ugye ebben az országban meg lenne arra is akár, hogy Budapestről intézzék az itteni vállalatok ügyeit, de ma már a debreceni gazdaság olyan mértékű és olyan minőségű, hogy igényli a helyi jelenlétet. A PwC irodanyitása kapcsán a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára előadást tartott az adórendszer alakulásáról és a legújabb változtatásokról. Izer Norbert azt mondta, 2010 óta folyamatosan csökkenő adókkal lehet számolni. Beszélt a nemzetközi szinten bevezetésre kerülő 15%-os globális minimumadóról is, ami Magyarországon a vállalatok 1%-át érinti. Hozzátette, a nagy multinacionális cégek esetében főként az adminisztrációs terhek növekedésétől kell tartani.
A jó hír az, hogy a magyar adórendszerben a társasági adó mellett a helyi iparűzési adó is beleszámít ebbe a számításba, tehát a legtöbb vállalatnak nem kell többletadóval szembesülnie, mert a, úgymond a TAO mellett ott van az iparűzési adó is, és a kettő együtt nagy valószínűséggel meghaladja a 15%-os szintet. A PwC az első időszakban főként adójogi és üzleti tanácsadásokra koncentrál Debrecenben, de portfóliójában szerepel a szájberbiztonsági problémák megoldása is. Nagyszabású hadgyakorlat Hajdúhatházon elindult az adventi szeretett doboz adománygyűjtő akció, és a helyi KKV szektort segítő beszállítói fórumot rendeztek Debrecenben. A hét további hírei következnek röviden. Éles lövészettel folytatódott hétfőn Hajdúhatházon az Adaptív Huszárs 2023 nevet viselő országos hadgyakorlat. Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter úgy fogalmazott a helyszínen, a cél az, hogy a közigazgatással és NATO szövetségesekkel együttműködve a magyar honvédség minden alakulatát tudják mozgósítani abban az esetben, ha Magyarországot meg kellene védeni. Elindult a Debreceni Karitatív Testület adventi szeretett doboz adománygyűjtő akciója. A hagyományokhoz híven most is a város és a történelmi egyházak összefogásával hirdették meg a programot. A gyűjtés december 15-éig tart, azt követően a Karitatív Testület önkéntesei gondoskodnak arról, hogy a csomagok eljussanak a rászorulókhoz. Meg kell tanulnunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a nemzetközi nagyvállalatok földrajzi közelsége jelent számunkra. Ezt mondta Pap László polgármester egy a helyi kis- és középvállalkozások számára meghirdetett beszállítói fórumon. A város régóta kiemelten segíti a helyi KKV szektor fejlődését. Ennek újabb állomása a nagyvállalatok és a kisebb cégek közötti üzleti kapcsolatok elősegítését célzó rendezvény. Elérte legmagasabb pontját a debreceni nemzetközi repülőtéren épülő 4 emeletes szálloda, a hiánypótló beruházás javítja a szolgáltatási portfóliót, az Akkor és a Szanga csoport együttműködésében egy 73 szobás és 20 apartmannal rendelkező Ibis Styles Debrecen Airport szálloda épül, ami várhatóan 2025-től fogadhat majd vendégeket. Súlyos vasúti baleset történt szerdán Sápon, egy személy és egy tehervonat ütközött össze. Úgy tudni, hogy a tehervonat vezetője nem vette figyelembe a piros jelzést, ezért rohant bele az állomáson álló szerelménybe. 7 embert szállított a kórházba, köztük a személyvonat vezetőjét, aki súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. Zsinórban 3. győzelmét aratta a bajnokságban a Deac kosárlabda csapata. Az együttes az első félidő gyengébb játéka után a 3. negyedben robbantott, és 13 ponttal verte meg a Sopront. Az első játék részben fej-fej mellett haladtak a csapatok. 10 perc után 3 ponttal vezetett a Sopron, a félidőben pedig már 5 pont volt a különbség a vendégek javára. Térfélcsere után azonban beindult a Deac, és elsősorban a hatékony 3 pontos dobások révén átvette a vezetést. A hazaiak az utolsó negyedben megőrizték előnyüket, így végül 86-73-as győzelmet arattak. Az együttes 8 bajnoki után az 5. helyen áll a tabellán. A fél idő után az öltözőből úgy jöttünk ki, hogy itt most komoly energiákat kell megmozgósítani, és ez sikerült is a 3. negyedben. Jöttek a dobások, ami az első fél időben nem, és felszabadultabban játszott a csapat. És így ezáltal ki tudtunk építeni egy szép előnyt, ami a végéig kitartott szerencsére. Hazai pályán nem jött össze a bravúr. 7 gólos vereséget szenvedett a DVSC Scheffler a Cseszeme Bukarest ellen szombaton este a Hódosban. A Loki az idegenbeli döntetlen után ezúttal nem tudta megszorongatni a román riválist, de 8 forduló után így is továbbjutásra áll a Bajnokok Ligája csoportkörében. Egy rendhagyó kiállítás vezette fel a mérkőzést a Hódosban. A debreceni Dózsa egykori klasszisa, Varga István pályafutásának legemlékezetesebb pillanatait mutatták be 20 fényképen a néhai kézilabdázó családtagjai és egykori csapattársa körében. Varga István idén lett volna 80 éves. A gyűjteményt a Cseszeme Bukarest elleni mérkőzés ideje alatt lehetett megnézni. A játék nem indult jól a Loki számára. A 11. percig kellett várni az első hazai gólra. Ekkor már 4-1-re vezetett a rivális. A folytatásban sorra hagyta ki a helyzeteket a DVSC Scheffler, a vendégek viszont magabiztosabbak voltak a kapu előtt, így 6 gólos román vezetéssel mentek szünetre a csapatok. Én úgy érzem, hogy nagyobb elvárásunk volt magunkkal szemben is, mivel kint nagyon jól játszottunk, és ugye kint azért egy idézőjelesen a vesztesek
lazaságával tudtunk kezdeni. Itt azért egy picit szerintem be voltunk feszülve, ezért is maradtak ki a helyzetek. A fordulás után néhány percen belül két gólra csökkent a debreceniek hátránya, ennél közelebb azonban nem járt az egyenlítéshez a Loki. A Cseszeme Bukarest tartotta a vezetést, sőt a hajrában tovább növelte a különbséget, és végül 30-23-ra nyert. Szépen visszajöttük a második félidő közepére, azt gondolom, de ahhoz tényleg egy hibátlan játék kellett volna, hogy hát a Bukarest ellen azért megfordítsuk ezt a találkozót. Nagyon küzdöttek a lányok, nagyon dolgoztak, ettől függetlenül azért van hiányérzetem, mert ennyi helyzetet azért senki ellen nem lehet kihagyni. Vereség ellenére a DVSC Scheffler 8 forduló után továbbra is továbbjutást érő helyen áll a Bajnokok Ligája csoportjában. Vármegyei rangadóval folytatja a futsal NB1-et a Deac. Az egyetemi csapat az MVFC Berettyóújfalut fogadja hétfő este a bajnokság 14. fordulójában. A debreceniek másfél héten belül a harmadik mérkőzésükre készülnek. Hazai pályán legutóbb az újonc Maglódot győzték le 4-1-re, majd 8-3-ra nyertek az Újpest otthonában, és előreléptek a 7. helyre a tabellán. Ebben a szezonban egyébként először fordult elő, hogy a Deac egymás után két mérkőzést nyert a bajnokságban. A rivális MVFC jelenleg a 3. helyen áll. A csapatok szezonbeli első meccse döntetlenre végződött. A holnapi összecsapás este 6:30-kor kezdődik a Desok csarnokban. Híreink után röviden a várható időjárásról. Hétfőn is marad a felhős idő Debrecen térségében. Kisebb eső, zápor, főként délelőtt fordulhat elő. Időnként a szél is megerősödhet. Hajnalban 3, napközben pedig 10 fok körül alakul a hőmérséklet. Ez volt a vasárnapi DTV híradó. Riportjainkat keressék a dehir.hu hírportálunkon, és kövessék a Dehir Light TikTok oldalunkat is. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!